A tüdőembólia, mint olyan, ez azt jelenti, hogy egy vérrög kerül be a tüdőbe. Ez a vérrög leggyakrabban a láb mélyvénáiból szokott jönni, vagy a kismedencei vénákból. Ez egy gyakori betegség, nagyon gyakori. Szerintem tüdőemboliás beteg több százezer van az országban. De ezeknek csak a töredéke az, aki a betegséget követően túléli a betegséget, és a vérrögök nem szívódnak fel. Betegek többségében a felszívódás az tökéletes. Úgyhogy ott már különösebb tennivaló nincs. Ha ez az utóbbi helyzet van, hogy a vérrögök nem tudnak teljes mértékben felszívódni, akkor ezek a közepes kaliberű erek, tehát nem a nagy erek, a nagy tüdő erek, ezek a közepes erekben szervülnek ezek a vérrögök, trombusok. A szervülés azt jelenti, hogy kötőszövetesen átalakulnak, és gátolják a tüdőkeringését. Ez a probléma, mert ilyenkor a kisvérköri nyomás, a tüdőkeringés az a kisvérkört jelenti, ez megemelkedik, ennek a normális nyomás értéke a nagyvérköri nyomásnak az ötöde, tehát a 25 higany milliméter, 25 per 15 szokott lenni, de hogyha ez a krónikus vérrög szervülés van, akkor ez a nyomás megemelkedhet a duplájára, háromszorosára, ötszörösére, ad abszurdum, meghaladhatja a nagyvérköri nyomást. A nagyvérköri nyomás a vérnyomást jelenti, az a 120 per 80. Na most egy 120-as tüdőnyomás, az már extrém magas, ugye ezt a jobb kamra tartja fenn, a jobb kamra nem erre alakult ki a szervezetben, a jobb kamra az alacsony nyomásokat szokott fenntartani, tehát ez egy nagyon káros állapot, amit viszont meg lehet ideális esetben szüntetni, vagy lényegesen javítani lehet ezzel a balonos tágítással. Hogy miért nem volt korábban Magyarországon, tudomásunk szerint talán most szombaton volt az első két beteg tágítva, tehát tüdőér tágítás talán szombaton volt először Magyarországon. Ennek az az oka, hogy ez a technika most kezd terjedni Nyugat-Európában is. Minket egy bécsi kolléganő segített proktorálni, ő felügyelte a beavatkozást. Ez a bécsi kolléganő a bécsi nagykórházban, Allgemeine Krankenhaus, AKH, ott dolgozik. Régi a kapcsolat vele. Tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy jeleztük, hogy mi is szeretnénk ezt a beavatkozást megtanulni. Ami nagyon gyorsan kiderült a külföldi tapasztalatok alapján, hogy az nem jó ötlet, hogy teljes mértékben megszüntetjük ezeket az akadályokat a tüdőkeringés kapcsán, mint egy elárasztjuk a tüdőt megint vérrel, az nem jó, akkor rengeteg szövődmény alakul ki. Tehát a fokozatosság elve nagyon fontos, és ennek az elsajátítása. Egy-egy ilyen betegben akár 10-20-30 ér is elzáródhat, de egyszerre nem érdemes 2-3-nál vagy 4-nél többet kinyitni. Ezért mondom, hogy fokozatosság elve, és ismételt beavatkozás, és egy-egy beavatkozás között általában érdemes várni 1-2 hónapot, ami alatt a tüdő hozzá tud szokni, tehát adaptálódik az új helyzethez, az új keringési helyzethez. A betegekre jellemző, hogy fulladnak, csökken a terhelhetőségük, szédülnek, hipotóniása, alacsony vérnyomásuk, és később szívelégtelenség alakul ki ezen betegcsoportban. Azt is tudnunk kell, hogy ha nem kezeljük őket, akkor 5 éven belül csak 30%-a éli túl ezt a betegséget. Ha súlyos eset, akkor csak 10%-a, tehát egy súlyos kórkép. Kezelés nélkül gyakorlatilag a beteg életminőség és élethossza is jelentősen lerövidül. Azt kell tudnunk, hogy milyen szóba a terápiában ezeknek a betegeknek a gyógyszeres terápia jön szóba, illetve műtéti megoldás, és a harmadik ez a ballonos plasztika, amiről most szó van. A gyógyszeres terápia az nem igazán hatásos, gyakorlatilag egy palliatív kezelési módszer kicsit javítja a beteg klinikai állapotát, de összességében ezeket a trombusokat nem tudjuk feloldani, tehát nem igazán hatásos. A műtéti megoldás az ritkán jön szóba, ez egy nagy műtét, Magyarországon nem is végzik, Bécsben történik ennek a
elvégzése némely betegnél jön szóba, hogy hatalmasak ezek a trombusok, ezeket sebészileg veszik ki. A nagy gyerekben. És a nagy gyerekben, igen, a főágakban vannak a trombusok. A esetek nagy részében, tehát az igazi kuratív megoldást, ez a balonplasztika jelenti. Ebben a betegcsoportban a pulmonális arteriális hipertóniában ritkán van olyan, hogy teljesen meggyógyul a beteg, ezekben a csoportokban meggyógyulhat a beteg. Elsőként ezt a beavatkozást 1988-ban végezték, de utána sokáig csend volt az irodalomban, nem voltak ilyen jellegű közlések. 2001-ben volt aztán az első nagyobb betegszámot bemutató közlemény, ahol 18 beteg esetét mutatták be. Ott viszont 40-50%-ban komoly szövődményeket észleltek, ami egy kicsit vissza is vetett ennek a technikának a fejlődését, illetve az előretörését. Ezután főleg Japánban az Okayama központban 2004-től indult el egy olyan fejlődés, aminek során a technikát finomították, tökéletesítették, és ennek kapcsán a szövődmények drasztikus csökkenését lehetett észlelni. Ebben a központban dolgozik a Hiromi Matsubara professzor is, akitől tulajdonképpen a mi mentorunk, az Irene Lang professzornő, a Bécsi kórháznak, aki segített nekünk a Bécsi kórházból, aki tőle tanulta ezt a technikát. Tehát mi már egy ilyen finomított, tökéletesített technikát, tehát nekünk volt szerencsénk ezt megtanulni. 2008-tól vált ez általánossá Európában, hogy centrumok nyíltak több helyen is, főleg Lengyelországban, Norvégiában. Norvégiában vannak olyan központok, ahol ezt végzik, és hát ugye mostantól szeretnénk mi is bekapcsolódni ebbe a folyamba. Ez a beavatkozás, ez lényegében fájdalommentes, egy helyi érzéstenyítésben történik, egy teljesen éber állapotban levő betegnél. Nem is érdemes nagyon bebódítani sem őket, mert együttműködés szükséges a beavatkozás során a betegtől. A combnak a fő visszerét szúrjuk meg érzéstenyítés után, és utána ilyen vezető drótok segítségével jutunk el a jobb szívfélen, jobb pitvaron, jobb kamrán keresztül a tüdőverő érbe, ahol különböző formájú vezető katétereket alkalmazunk, hogy elérjük azokat az elzáródott, illetve beszűkült ereket, kis ereket, amelyek nekünk a célpontunk, tehát a tágításra ugye alkalmasak. Lényegében a koszorús erekben is használt egyik típusú vezető dróttal próbáljuk meg áthatolni ezeken a léziókon, és hogyha ez sikeres, akkor ballonok segítségével, oda jutatott ballonok segítségével tágítjuk fel ezeket a szükületeket, illetve elzáródásokat. Ahogy kollégám is említette, eleinte mindig kis átmérőjű ballonokat szabad csak használni, későbbiekben, második, harmadik ülésben lehet nagyobb ballonnal is még utótágítást végezni ugyanazon erekbe. Mindenképpen óvatosságot igényel az eljárás, mivel szövődmény lehetősége, szövődmény veszélye természetesen van. Ugye a korai eredményeknél ugye pont ez volt a probléma, hogy egyszerre túl sok eret, túl nagy ereket, túl drasztikusan tágítottak. Ma a technológia más, így a szövődmény veszély lényegesen kisebb, de ezekre mindenképpen fel kell készülni. És hogyha esetleg fellép, az elhárításukat nyilvánvalóan meg kell tenni. A ballontágítást követően, amennyiben sikeres a beavatkozás, ezeket az eszközöket eltávolítjuk a betegből, és lényegében még intenzív osztályos megfigyelés sem szükséges a beavatkozás követően, de egy intenzíven monitorozásra szükség van, körülbelül másnap reggelig, és hogyha a beteg jól van, nem esik az oxigén szint a vérében, nincsenek tünetei, akkor a következő nap akár haza is bocsájthatók otthonába.